Újra csúcsot döntött a koronavírus halálos áldozatainak száma itthon. Meghalt 69, többségében idős krónikus beteg. Jelentősen nőtt a fertőzöttek száma is, 3878 embernek lett pozitív a tesztje. Holnaptól szigorodik a maszkviselés, már nem csak ajánlott, hanem kötelező lesz az éttermekben, a vendéglátóhelyeken és a sportesemények vendéglátó részein is a maszk hordása. Az országos tisztifőorvos úgy fogalmazott, hétfőtől szigorítunk, mert szigorítani kell. Közben pedig vége az őszi szünetnek, minden iskolát fertőtlenítettek, hogy hétfőtől zavartalanul folytatódhasson a tanítás. Katonák fertőtlenítették a győri Apor Vilmos katolikus iskola központot az őszi szünet utolsó napján. Az elmúlt 10 napban minden iskolában kötelező volt a fertőtlenítő nagy takarítás. Több intézményben a katonák is besegítettek. Ehhez csak nem 8000 liter speciális készítményt használtak, ami minden kórokozót elpusztít. A második hullám során, itt az őszi szünetben, az Emberi Erőforrások Minisztériumának felkérésére a Magyar Honvédség katonái, kijelölt szervezetei, illetve speciális alegységei mintegy 53 oktatási intézményt fertőtlenítettek, illetve fertőtlenítelek. Így Győr-Moson-Sopron megyében 4 intézmény érintett, egy Sopronban, illetve 3 Győrben. A vegyvédelmi egység bevetésére azért volt szükség, mert az iskola központban korábban több koronavírusos megbetegedés is volt. A szünet előtt több körben volt pozitív tesztű gyermekünk, meg voltak olyanok is, akik megfigyelés alá kerültek, és azt gondolom, hogy az eltelt mintegy 10 nap, meg a végén egy fertőtlenítés, az jó kezdés ahhoz, hogy holnap reggel mindenki nyugodtan és bátran tudjon jönni az intézménybe. Hétfőtől nem csak vége az őszi szünetnek, de szigorodik a maszk használat is. Bár nem csak ajánlott, hanem kötelező lesz az éttermekben, a vendéglátóhelyeken és a sportesemények vendéglátó részein is a maszkviselés. A védőeszköz csak az étkezés vagy az ital elfogyasztásának idejére lehet levenni. Aki megszegi a szabályokat, azt megbüntetik. Nem csak az számíthat bírságra, aki nem visel maszkot, hanem a hely üzemeltetője is. A rendőrség 100 000 forinttól akár 1 millió forintig terjedő bírságot is kiszabhat. De be is záradhatja az üzletet, a szabályszegés mértékétől függően akár 1 évre is. A szigorításra a vendéglátók is készülnek. Ebben az EGRI étteremben eddig is kötelező volt a maszk használata a belső terekben. Hétfőtől pedig a jelenleginél is szigorúbban figyelnek majd a szabályok betartására. Több helyre próbáltuk feltüntetni, kiírni, jelezni a vendégek számára, hogy maszkot kell viselni, készfertőtlenítőket helyeztünk ki több helyre, még így próbáljuk felhívni a figyelmetre. Vendégeik nagy része már hozzászokott a maszk viseléséhez. Nyilván nem kényelmes, de ilyen mennyiségű fertőzött mellett az egy teljesen logikus lépésnek tűnik nekem, hogy maszkot kell hordani zárt térben. Ez az egyetlen esélyünk arra, hogy a járvány görbét ellaposítsuk. Itt az ideje, hogy mindenki komolyan vegye a vírust, mert csak így lehet lassítani a járvány terjedését, és megakadályozni, hogy egyszerre túl sok ember kerüljön kórházba. Erről már az országos tisztifőorvos beszélt az M1-nek. Müller Cecília arra emlékeztetett, bizonyított tény, hogy a maszk 80%-ban megakadályozza a vírus továbbadását. A járvány kezdetén a WHO a betegek számára javasolta a maszk viselését. Gyakorlatilag az elv az nem változott semmit, csak most nem tudjuk azt, hogy ki a beteg. Tehát oly mértékben elterjedt a társadalomban most már a pozitív személyeknek a száma, tünetmentesen is fertőzhetünk, tudjuk jól, hogy a tünetek megjelenését megelőző 48 órában már fertőzhetünk, és nem tudunk róla, mert nincsenek tüneteink. Tehát potenciálisan lehetséges módon fertőzőnek tekintünk gyakorlatilag mindenkit. Ezt bizonyítják az adatok is. Második napja regisztráltak 4000 körüli új koronavírus fertőzöttet, és közben nő a kórházi kezelésre szorulók száma is. Szombaton 3878 embernek lett pozitív a tesztje, és 69-en hunytak el. Kórházban 4205 fertőzött beteget ápolnak. Korábban soha nem volt ilyen magas ez a szám. Lélegeztetőgépen pedig 300-nál is többen vannak.